Késsel lévő édesanyáknak mindig kardinális kérdés, hogy hogyan és mikor térjenek vissza a munkába. Vendégünk a témában Sinkó Erika HR szakértő és Konkoly Ági szépségkirálynő. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Hát anyukaként tényleg mindig azon gondolkozik az ember, amikor már úgy érzi, hogy na most talán megérett a gondolat, hogy jót teszek-e vele, mikor teszek jót vele, és egyáltalán kell-e visszamennem dolgozni. Én egy picit hagyjavítsam ki, jó reggelt kívánok. Jó reggelt. Én coach vagyok alapvetően, tehát én a coach oldalról látom a kismamákat, és jönnek hozzám a kismamák, és hogyha a kérdésre, akkor most válaszolnék, hogy azért ez személyiségtől függ, egyénektől függ, hogy mikor akarnak visszamenni, vagy mikor nem akarnak visszamenni, vagy még nem akarnak visszamenni a munkavilágába. És azt gondolom, mind a kettő egy helyes döntés. Igen, csak Ági, te biztos meg tudsz ebben erősíteni, mert hogy gyakorta az a probléma, ha visszamegyek, akkor megkapom a játszótérre, hogy én milyen gonosz anya vagyok, hogy visszamegyek, ha pedig a gyerekkel maradok otthon, akkor néz az egész életét ráépítette a gyerekre, hát ennek semmi élete nincs. Tehát, hogy... Szerintem pont a társadalom azt súlykolja belénk, hogy egy szuperanya mindent tud csinálni, tehát háztartást vezetni, a gyerekkel foglalkozni, minőségi időt tölteni vele, és dolgozni is, és mellette pedig a párkapcsolata is tökéletes. De szerintem ez annyira nehéz, tehát hogy ez kőkemény munka, nem? Ezt várják, és lehet tőlünk, ez a te hibátok. Én meg a többiek. Csak már úgy néztem, ilyen meglepődve. És azért... Bocs. Felmerült bennem is, hogy majd dolgozom, mert ugye valahogy én is mindent szeretnék csinálni, és rá kellett jönnöm, hogy ez nem megy a kettő együtt. Tehát az, hogy minőségi időt töltsek a gyerekemmel, mellette dolgozzak, tehát biztos vannak olyan szuperanyák, akik ezt meg tudják oldani, hogy ha hazaér, lerakja a munkát, és nem azzal foglalkozik, hogy elmosogat, gyorsan felporszívóz, megcsinálja a házi munkát, hanem tényleg hagyjuk ezeket, és üljünk oda a gyerek mellé, mert ő mindent megérez. A kislányod Zoé egy éves múlt, ugye? Igen. Van neked a fejedben egy olyan gondolás, hogy mi az, melyik az az idő, amikor szeretnél visszamenni, vagy most otthon maradnál? Tehát, hogy csinálsz egy ilyen timingot az életetekben? Igen, én most tudatosan tervezem ezt már. Szeretnénk a közeljövőben egy kis testvért Zoé mellé, úgyhogy ez most nem aktuális még, hogy én visszamenjek dolgozni, most velük szeretnék otthon lenni, és tényleg rájuk figyelni, koncentrálni, úgyhogy nekem még egy pár év majd, és akkor is hát persze a lehetőségek alakítják az ember életét, de valahogy azt gondolom, hogy hát igyekszem majd olyan munkát választani és találni, olyan dologgal foglalkozni, ahol én osztom be az időmet, és ahol tényleg nem szenvednek hiányt a gyerekeim belőlem. Erika, ez egy gyakori dolog egyébként, hogy a fiatal anyák mondjuk ilyen témával megtalálnak? Igen, hogy azt mondják, abszolút. Hogy most menjek, maradjak? Tehát, hogy abszolút. Ez egy dilemma? Dilemma, nagyon komoly dilemma, és amivel én találkozom, és te ki is mondtad, Ági, hogy az a hitrendszer, hogy mit gondolnak rólam, mit gondol majd Jolika néni, mit gondol majd Béla bácsi, másnak megfelelni, mindenhol megfelelni. Jó anya legyek, visszamenjek dolgozni, miközben ez egy folyamat, az életünk egy folyamat. És hogy egyébként mindig minden változik. Amit te mondtál, rossz anya vagyok, ha visszamegyek dolgozni, vagy merjek visszamenni dolgozni? Én alapvetően azt mondom a kismamáknak, és abban segítek nekik valamiféle egyensúlyt találni, hogy ők maguk találják meg az egyensúlyt. Ő maga érzi azt, hogy akár anyagilag megteheti el, hogy otthon marad, vagy vissza kell mennie dolgozni. Ezt akartam mondani, hogy nem mindig a saját döntése. Igaz. Amerikában nagyon szigorú a rendszer, a 2-3 hónap talán, vagy igen, nem tudom, hogy olyan rövid ideig lehet otthon, mert utána azt mondják, hogy akkor keresünk más. Tehát, abszolút. Hogy van egy ilyen kényszerítés is azért. Abszolút, itthon nincs, itthon a saját pénztárca szokott szerintem, és a családi körülmények, tehát a háttér az, ami igazából meghatározza, hogy egy mama otthon tud maradni, otthon, mert mindannyian tudjuk, hogy jó lenne 3 éves korig otthon maradni, de gyakorlatilag a körülményeink azok, amik eldöntik azt, hogy tudunk maradni, vagy megyünk vissza dolgozni. Ági, neked mi az ideális munkahely? Mi az, amire azt tudod mondani, hogy ez összeegyeztethető mondjuk a gyerekneveléssel is, de hogy egy kicsit azért vissza tudsz csöppenni a munkavilágába is? Hát az ideális álló munkahely az szerintem valamilyen saját vállalkozás, ahol alkalmazottaink vannak, és én osztom be a saját időmet. És inkább segítséget kérünk a munkában, nem a gyereknevelésben, mert nem szeretném azt, hogy egy babysitterhez kötődjön a gyerekem, mert ugye Amerikában a hollywoodi sztároknál van az, hogy rögtön visszamennek dolgozni, és akkor egy babysitter nevelés. A gyereknek az egészséges fejlődéséhez fontos az, hogy érzelmileg kötődjön valakihez, mindegy az, hogy apa, anya, babysitter, mamák,
de azt gondolom, hogy ha valaki gyereket vállal, akkor kötődjön már hozzám. Az előbb említetted, hogy kis testvér terveztek, volt akkor ebben is nyilván egy tudatosság, hogy kicsikor különbséget szeretnétek, és minél több ideig tudja akkor a gyerekek. Igen, és akkor úgy le vannak tudva egy kicsit így egyben. És utána tudnál mondjuk visszamenni dolgozni. Igen. Mennyire nyitottak mondjuk az anyukákra a mostani munkahelyek? Tehát, hogy tudunk visszatérni ugyanarra a helyre, ahonnan mondjuk eljöttünk? A grimaszból nem sok jó derül ki. Nem feltétlenül. Ráadásul ugye azt is bele kell kalkulálni, hogy attól függ, hogy mennyi ideig marad otthon a mama, azért itt változnak a háttérkörülmények elég gyorsan, főnökváltások, tulajdonosváltások, pozícióváltások, tehát ugye a cégek is mennek előre, nem feltétlenül szeretik. Most nem leszek emiatt népszerű, de nem, sajnos nem feltétlenül szeretik a mamákat. Vannak családbarát, bababarát munkahelyek, tehát nem lehet ezt, nem szeretném általánosságban mondani azt, hogy senki nem szereti a kismamákat. Vannak család és bababarát munkahelyek, ők nem olyan nagy problémaként látják ezt, hogy valakinek... Bocsát, hogy nem hagylak érvényesülni, csak anyukat jönne arra, hogy... Viszont, amit Ági is említett, hogy ilyenkor a saját vállalkozás, mert hogy van egy kutatás erre, hogy ilyenkor az édesanyáknak a kreativitása sokkal inkább szárnyal, mert hogy nyilván arra vannak utalva, hogy mondjuk sokat a gyerekkel foglalkoztak, a munkahelyükre nem biztos, hogy visszatudnának menni, és akkor van az, hogy a kreativitás kiteljesedése abszolút mondjuk mérvadó lesz az ő életükben, mert hogy új irányokat vesz az élet. Ez tényleg így van? Én azt gondolom, hogy tényleg így van, sőt, javasolni is szoktam, hogy amennyiben még egyszer a körülmények megengedik, valamit otthon töltött idő alatt, amikor tudnak, az elején nyilván nem, mert hogy 24-24. De hogy amikor már van egy pici szabadidő, igen, merjenek olyan dolgokba belefogni, amiben ideig nem fogtak bele, akár a kreatív oldaluk, akár saját vállalkozásban, legalább csak gondolati szinten merjenek gondolni arra, hogy van lehetőség, amivel én találkozom a legtöbbször, hogy semmi más nem csinálok itthon, mint kockázom és labdázom, babázom meg kisautózom. Persze, de vannak olyan üres járatok, amikor tudok gondolkozni, ki tudok találni egy hogy majd későbbiekben hogyan tovább, és legalább csak a lehetőségét megadni, hogy a lehetőségeken gondolkodjam. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt köszönjük szépen.